Noszval jelentkezik. Második nap. És az előzőt a Tummererékkel töltöttük, akik egy ilyen három generációs borász család. A nagyszülők megalapították a borászatot, a gyerekek tovább vitték ezt, és az unokák is részt vesznek már a projektben. De nem úgy, hogy váltják egymást, hanem továbbra is mind a három generáció aktívan készíti a borokat. Foglalkoznak a gasztronómiával, őrült jó kajákat ettünk tegnap, és foglalkoznak vendéglátással is. Éppen ezért náluk tudtuk tölteni az éjszakát is. És a mai terv az, hogy hát megvárjuk itt a reggelinket, amik ilyen saját készítésű alapanyagokból fognak állni, már mint hogy nem Dóra meg általam készített alapanyagokból, hanem a Tummerer család által készített csonkákból meg sajtokból. Aztán bemegyünk Egerbe és megnézzük a város nevezetességeit. Szigorúan nem az egri vára koncentrálva, mert az egy akkora téma, hogy egy saját adást elbírna, ehhez képest nekünk ma még lovagolnunk is kell. Aminek nagyon örülünk, meg egy csomó mindent kell csinálnunk, úgyhogy a vár az lehet, hogy ma kimarad. De reméljük, hogy az idő az továbbra is ilyen elviselhető, sőt, szép lesz. Most megmutatom, hogy hol töltöttük az éjszakát, aztán reggelizünk, aztán behúzunk a városba. Biztos, hogy elég lesz ez két embernek? De így néz ki itt egy reggeli? Tehát ha valaki ide jön vendégnek, akkor ezt kapja hát, reggelire? Amíg svéd asztal volt, addig még inkább így nézett ki. És akkor saját sütésű friss zsömle, pástétomok, krémek, saját csonkák, kolbászok, kézműves sajtok. Jó, tehát nem csak borokkal foglalkoztak, hanem ételek elkészítésével is már. Nem csak egyszerűen főzéssel az étteremben, hanem hogy... Persze. A saját alapanyagoknak a saját elkészítésével. Hát például a tegnapi savanyúságok, az mind saját eltevésű volt. So you sit and run, but don't be wasting time. I wanna see your smile. Hey, you wanna go with me? I'll be your fantasy. Let's do this secretly. And if you stay the night, yeah, I'll do alright. Ez finom volt. És mehetünk Egerbe, méghozzá nyitott tetővel. És meg is érkeztünk Észak-Magyarország második legnagyobb városába, az 55 ezres Egerbe, aminek a nevének az eredete az homályba vész, de lehet, hogy az Égerfával van összefüggésben, és amit a honfoglaló magyar seregek már mint ezt a területet az első hullámban foglalták el, és ami hát azért számos pusztulással kellett, hogy szembenézzen az évszázadok során, például elpusztították egyszer a husziták, aztán utána Dózsa György egyik hadvezére is feldúlta, kirabolta és elpusztította, és hát ugye innen ismerjük a katolikus, a keresztény Herkulest, Dobó Istvánt. És itt van az ország egyik legrégebbi postája. Ami nem így ebben a formában az egyik legrégebbi postája, de megmutatom. Menjünk postára. Jó. Mármint, hogy a postáig. De miért nem adunk fel most semmit? Nem, csak mutatni akarok valamit. Na szóval, ez a posta, hol vagy? Azért érdekes, mert nem pont ez a darab, de hogy úgy általában Egerben 1550 óta van posta. És ez azért volt nagyon fontos, mert ugye itt volt a török vész, és hogy kommunikálni kellett az akkori fővárossal, Pozsonnyal. Úgyhogy az egyik első postahivatalt, azt Egerben hozták létre Magyarország területén. Hát azt nem mondom, hogy 500 éve, de mennyi 400, 470 évvel ezelőtt. Nem pont ezt, mert hogy ezt 1928-ban csinálták, de nagyon-nagyon régóta van ám posta Egerben. Lenyűgöző, igaz? Sokkot kaptál, nem tudsz rá mit mondani. Erre mit lehet mondani? Wow! Csodálat. Ugye? Az éjszakai bulizásnak ára van, látod? Elveszett egy iPhone 7-es. Igen, azt hittem egy kutya vagy egy macska, amikor ne, elkezdted nézem, nézni. Mondom, mi ez is? Mi már egyet találtunk körülbelül egy évvel ezelőtt ilyenkor Robival. Jaj, emlékszem. Vancouverben. De semmiféle magas jutalmat nem kaptunk. Csak úgy egyszerűen a jó szándék vezérelt minket, amikor visszaadtuk annak a kedves ázsiai fickónak, aki még angolul se tudott, de az iPhone-ját már el tudta adni. És ahol most baktatunk, az a
Beatles Múzeum, az Egri Beatles Múzeum, ami azért érdekes, mert a régióban ez az egyetlen, de gondoltad-e volna Dóra, hogy az egész világon is csak 5 ilyen található összesen? Két szinten 2000 emléktárgy, DVD-k, ruhák, nem tudom, hogy pontosan, ilyen kegytárgyak. Tehát ezt meg akarjuk nézni, nem? Hát, csak el akartam ide jönni, megmutatni, hogy van egy Beatles Múzeum is Egerben, a világon az 5-ből egy itt van, és tudod mi a neve? Vagy hogyan nem hivatkoznak rá? Na. Eger Road! Miért? Érted? Eger Road. Nem. Abbey Road. Nem. Eger Road. Van az a kép, amikor mennek át a zebrán. Igen. Az az Abbey Road. Jó. Ez meg az Eger Road. Oké. Okay. Szóval tudjuk, hogy 5 ilyen múzeum van az egész világon? Liverpool, Halle, Buenos Aires és Altmark. És Eger. És Eger. És rengeteg külföldünk jön, és rengeteg liverpooli, ekte liverpooli, és azt mondják, hogy ez jobb, mint a Liverpooli Beatles Múzeum. És mi a legkiválóbb kegytárgy, amire a legbüszkébb volt? John Lennon hajszála. Hol van? Az olyan, mint Superman-i. Az egyik filmben az azzal sikerült olyan megcsinálni és valami hol gonosz szuperhőst. Hol? És az honnan lehet megszerezni John Lennon hajszálát? Ben volt a John Lennon öltözőjébe srácok, és mindenki autogramot kért. És ez a srác mondta, hogy én hajtincset szeretnék tőled. És John Lennon adta is. És akkor nem is csak egy hajszál. Hát ez ennyit tudtunk megvenni. Jó, tehát egy nagy szállanként adták aztán el. De viszont ennek a úriembernek New Yorkba Napóleon, Elvis Presley, Marilyn Monroe, Bridget Bard, mindenkitől, sportolóktól, zenészektől, politikusoktól, mai napig végig. Nehogy elkezdjék klónozni. Pont erre gondoltam én is, hogyha a Jurassic Park összejön, akkor ő neki meg lesz minden. Hajszál a John Lennontól mennyit lehet megszerezni? Mi a piacon? Milliós magasságban vagyunk. Ez most komoly? Egyetlen hajszál. Igen. Isten, és mennyi haja volt? További szép napot, szép napot. Milyen jó hangulatú kis hely volt ez. Nagyon, nagyon aranyos volt. És megpróbálunk behatolni Eger gyomrába. Enni bármilyen fogunk? Nem, az a mi gyomrunk. Akkor odahatolunk be élelmiszerekkel, de van itt egy város a város alatt, ahova vagy bejutunk ilyen koronás időkben, vagy nem. De nem egy maszkunk. Ilyen több kilométernyi föld alatti városról van szó. Nem tudom, mi a városnak a mértékegysége a kilométer, de hogy ez nagyon sok kilométeres izé a város alatt. Fel kell ahhoz menni, hogy lejuss. Szóval a város a város alatt az gyakorlatilag Eger inverze. Szóval az elmúlt évszázadokban abból a kőzetből épült fel a város egy jelentős része, amit ezekből a barlangokból termeltek ki. És a város alatt van egy 147 kilométernyi alagútrendszer, a kitermelt kőnek a helye, és hát nem az egész 147 kilométeres blokkot lehet végigjárni itt ezen a túrán, de egy részét igen. És közben mindenféle szórakoztató történetek vannak, meg időgépek, itt lent egyébként lehet lézercsatázni, szóval egy ilyen meglehetősen összetett, izgalmas élményben lehet az embernek része. Túl azon a felismerésen, hogy a város, ami itt van felettünk, az javarészt vagy jelentős részt abból a kőzetből lett, ami hát itt volt körülöttünk. Hát eddig minden sikerült. Nagyon érdekes, hogy én erről nem is hallottam, hogy egy ilyen 140 kilométeres barlangjárat van Eger alatt. És? És hogy milyen titkokat őriz. És? Még azt akartam mondani, hogy egyrészt igen, másrészt meg, hogy azért sikerült eddig minden, tudod miért sikerült eddig minden? Mert hogy tök jó fejek az egriek, szóval, ja, hogy mi beállítunk helyekre, hogy bejelentkezés nélkül elmondjuk, hogy minket nagyon-nagyon érdekel, ami itt történik, de hogy igazából nem tudjuk megvárni a következő túrát, viszont szeretnénk néhány percben bemutatni, és mindenhova beengednek. Nem. Ezzel ne éljetek vissza, ne mászkáljatok Egerben azzal, hogy ti youtuberek vagytok, és csak meg akarjátok örökíteni mindazt, ami ott van körülöttetek, de hogy szívélyesek és nagyon-nagyon vendégszeretők. Várjál, a bazilika... Ez egy jó, nem az a baj, hanem hogy a bazilika arra van. Hát ez tényleg baj, mert az felfele van. De nem, csak kicsit felfele. Igen, gyere, aha. Hát nem kicsi, kicsit, igazából... Kicsit fel. Igen, a Monteveresthez képest csak kicsit fel. Felhívnám a figyelmedet a fűre, hogy igen, ilyen hogy ez kéne? Ez az elvárás? Nem úgy vagy vele, hogy akárhova mész, nem a füvet nézed, mert én már... Nem, én azzal a projekttel készen ja, vagyok. Ja, hogy te leszámoltál igen, vele? Eleve ott hagytuk, ugye, tehát most ki fog égni. Én ott teljesítettem a feladatot, és az enyém az nem ennyire rendezett, mert az ilyen ligetes, gazos. Ez meg tiszta fű. Igen. Csak irigykednék. De igazából nem ezért jöttünk ám ide, hogy nézzük a gyönyörű pázsitot, hanem azért, hogy megnézzük a Szent János
főszékes egyházat, az Egri Bazilikát, ami az ország második legnagyobb egyházi építménye. Hildi József tervezte, 1837. De ennél talán még izgalmasabb az, hogy ezek a csodálatos szobrok, amik itt vannak kívül, szóval, hogy Velencéből hozattak egy szobrászmestert, hogy kifaragja ezeket. Oda bent pedig 120 éven keresztül készült, addig csicsázták, mire elkészült, és gyönyörű belül, de ezt most nem fogjuk tudni megmutatni nektek, mert most kívülről csicsázzák, szóval éppen felújítás zajlik. Amúgy csodálatos orgonakoncertek is vannak itt. De itt nem voltunk itt, amikor... De majd máskor. Jó pár éve voltunk a gyerve. Nem jutottunk el ideig. Csak akar. Hát itt a környéken sétálgattunk, de be nem mentünk. Most meg már hiába szeretnénk, nem tudunk. Úgyhogy mi ebből a tanulság, hogy amikor akkor, ott vagy, akkor ott. Igen. Nincs később. Életünk egyik nagy tanulsága, amit átadhatunk nektek közösen eltöltött 11 év után. Vagy 12. Hát kiszámolja már. Ezek igaziak vagy szobrok? Ezek igaziak, úgyhogy menjünk, mert én már felvettem az egyikkel a szempontot. De ne, sose nézz a szemébe. És ez meg itt mögöttünk a 40 méter magas minaret, aminek van egy ilyen terasza is 26 méteres magasságban. És ez nyilvánvalóan a török hódoltság alatt épült ide, és volt mellette egy dzsámi is, csak azt már elbontották az 1800-as években. És az a helyzet, hogy elsőként a minaretet akarták elbontani a dühös egriek, amikor felszabadultak a török uralom alól. De hát azt foglal a legkisebb helyet, hát nem? Jó, de nem egy jelkép volt, hogy, vasáskodtak itt fölöttük a törökök, és nem egyszerűen el akarták bontani, hanem le akarták rombolni, ezt is szimbolikusan, ugye, hogy minden nagyobb pusztítást végezzenek a török építészeti emlékekben, és a legenda szerint 400 darab ökröt idehoztak, és azt kötötték rá erre a toronyra, de hogy nem sikerült, tehát hogy a 400 ökör sem tudta kirángatni a helyéről, és akkor úgy voltak vele, hogy ha ennyire itt akar lenni, akkor hadd legyen itt, de azért megtréfálták a törököket, mert a tetején már a török félhold mellett ott van egy kereszt is, de az 40 méter, viszont a terasz az csak 26. Mit gondolunk erről? Nem megyünk fel, vagy az annyi, mint egy 10 emeletes ház. 26 méter, az kb. Mind a tizedik. Nekem nem tűnik akkorának. Kisebbnek tűnik? Igen. Hát akkor még egy ok, hogy felmenjünk. Biztos, figyelj, én itt lent megvárlak. Biztos, hogy nem megyek fel. Tényleg nem jössz? Nem, de te fel akarsz menni? Na, fel is megyünk. Jó, hát szia. Szia. De te tényleg felmész? Igen, tényleg felmegyek. A csillagom, én nem örülök, hogy nem hülyeskedj, hát hogyha ott van egy torony, azt meg kell mászni. És az ott van. Igen, de te ezt a gondolkodást hozod? 400 forint a belépő, jól Nem tudom, adják 2000-et. Az nagyon sok lenne, adok 400-at, jó? De nehogy már engem kiszámolj. Nem akarok apróva csörögni fölfelé. Köszönöm. Kb. 15 perc múlva kellene visszaérni. Hogy mi lesz 15 perc múlva? Akkorára kellene visszaérni. Jó, jó. Mennyi idő felfelé az út a 15-ből? 2 perc. Hát tökéletes, köszönöm. Hát a mászást azt kihagyjuk, találkozunk újra a csúcson. És a minaretben az a jó, hogy nem csak az egész város lehet innen megtekinteni, hanem hogy egy magasságban vagyunk a várral is, ahol a híres 1552-es csata zajlott. És oda most nem megyünk át szándékosan, hiszen az egy hatalmas történet és az önmagában megérne egy adást, de néhány mondatban azért mindenféleképpen muszáj róla beszélünk, ha már egyszer itt vagyunk Egerben. Például a csata előzményéről, ami az volt, hogy a végvárak nagy része az már elesett Magyarországon. Nagyon sokat úgy adtak fel a védők, hogy igazából harcba se bocsátkoztak, hiszen olyan nagy volt a török haderő, hogy értelmes ember nem állt velük harcba, hanem inkább elmenekült. Viszont Dobó István másképp látta a dolgokat, és ő 4 teljes évet dolgozott azon, hogy a várat megerősítse, mielőtt hadba bocsátkozott volna a törökökkel, és hát tudni kell, hogy azért itt nem csak az egri védők voltak, hanem számos más településről is érkeztek ide katonák, bár azt is tegyük hozzá, hogy a király parancsára, Ferdinánd király parancsára sokkal-sokkal több katonának kellett volna itt összegyűlnie, mint ahányan végül összeverődtek. Itt 2000 főről beszélünk, ami nem feltétlenül nagyon-nagyon kevés, viszont hogyha figyelembe vesszük, hogy 35-40 ezer katona nézett velük farkas szemet, és ők azért, szóval nem egy ilyen lesajnált sereg volt, hanem a kor egyik legjobb és legerősebb
hadserege, akkor már értjük az arányokat, szóval ez a 20 az 1-hez volt. Éppen ezért a támadók úgy érkeztek ide, hogy biztos, hogy megnyerik a csatát, a védők meg az esélytelenek nyugalmával és precizitással álltak neki ennek a csatának. És hát 38 napon keresztül tartott, és az az igazság, hogy egy remek példája ez annak, hogy a kitartásnak és a jó ötleteknek azért micsoda hatalma van, hogy egy ilyen túlerőben lévő, irgalmatlanul erős sereget is sikerült hát nem megverni, hanem megvédeni tőlük a várat, és 38 nap után úgy mentek el innen a törökök a hadiszezon végével, mert hogy szezonálisan háborúztak akkoriban az emberek, és októberben már nem annyira akartak harcolni, mert egyre hidegebb lett, az állatok is idegesek voltak, és ha nincsen állat, nincs mit enni, akkor éjjel halnak. Szóval, hogy nagyon-nagyon csalódottan vonultak le innen a törökök, és hát körülbelül olyan 4-500 áldozata volt a csatának magyar részről, török részről sokkal-sokkal több. De ahogy mondtam is, ez megér egy külön misét, és valamikor majd visszajövünk Egerbe, és akkor jó alaposan átnézzük a hadi cselekményeket, mert zseniális, hogy mi történt akkoriban. És innen meg tudjuk tekinteni, hogy merre fele járkáltunk, szóval valahol arra fele van a legöregebb posta, arra fele van valahol a Beatles Múzeum, ott van a Bazilika, ahol szintén jártunk, aztán utána mászkáltunk a Sétáló utcában, most elkanyarogtunk egészen a vártól idáig, a minaretig, aztán visszamegyünk a városba és megnézzük a Dobó István teret, meg a városközpontot. És ott van Noszvaj, ahol tegnap voltunk, ahol a Tummerer pincészet van, és ahol nem sokára visszamegyünk lovagolni, bár tegyük hozzá, hogy a Tummerer család nem csak ott van jelen, hanem a Dobó István tér mellett van egy borászatuk is, egy borboltjuk, majd azt is nem sokára megnézzük. Dóra! A tériszonyosoknak és klausztrofóbiásoknak nem ajánlom ezt a lépcsősort. Sem olyanoknak, akiknek gondot okoz a mászás. Mert azért ez elég magas, elég szűkös, és hát elég meredek. Köszönöm. Nagyon romi. Hát azért, mert hogy igazából, ha valaki felmegy, akkor ő ott egyedül van. Tehát ez egy ilyen romantikus uticél is lehet, hiszen kettesbe lehet fenn bárki. Vagy egyedül, ha magába szerelmes. De mennyire érdekes, amikor mi jöttünk, akkor nem volt itt senki, most meg felmentem 15 percre, és megtörtént a katasztrófa. És ide is be akartam menni. De nem fogunk bemenni, mert erre már végképp nincsen időnk, de hogy... Az a durva, hogy volt egy nagyon hosszú listám, hogy mi mindent kéne megnézni, és annyira kis távolságra van minden, hogy egyrészt néhány óra alatt is. Hát nyilván felületesen meg lehet nézni, hogyha mindenhol elmélyülnénk, akkor az egy ilyen 2-3 nap lenne, de hogy minden útba esik, például a Kopcsik marcipánia is, ahol egy marcipánmester egy teljes barokk szobát csinált meg marcipánból. De azért is jó, hogy nem megyünk be oda, mert... Mert? Mert megenném azt a szobát. Akkor olyan vagy, mint Marci. Hát körülbelül. Érdekes, nem, hogy a Dózsa György az már nem aktuális, az most aktualitását vesztette, úgyhogy most már Tinózi Sebesként ér, de hát szerintem még a Lantos is elfért volna ott. Igen, de szóval, hogy valójában az teljesen érthető, hogy áthúzták Dózsa Györgyöt. Miért is? Hát igazából az nem érthető, hogy miért írták fel egyáltalán a nevét, hiszen Dózsa György egyik hadvezére az feldúlta a várost, kirabolt, egy csomó mindenkit lemészárolt, és azt nem mondom, hogy a földet tette egyenlővé, de hát majdnem, szóval kik szoktak elnevezni olyan hadvezérekről tereket a városukban, akik legyakták a városukat. Tinódi Lantos Sebestyén viszont annál inkább viszont indokolt. Igen. Hiszen milyen szépen megénekelte azt, hogy hogy helytáltak az egri vitézek. Van is egy ide passzoló idézetem. Vár alatt elesett vértanúknak nincsen száma, 40 napig tartott a harc, de elfoglalása könnyűszerre nem volt lehetséges, mert bástyáinak ormai az égig érnek, falának alapja a tengerben van, védői a szerencsétlenség elhárításában tökéletes mesterek, fortély és hadicsel dolgában serények voltak. Persze ezt nem Tinódi Lantos Sebestyén írta, hanem valami török. Igen? Aha, próbáltam magyarázni a bizonyítványt, hogy miért nem sikerült nekik az akció. Mert nem sikerült. Pedig itt mögöttünk a Dobó tér, ami a híres várkapitányról lett elnevezve, ott van a vár egyébként, nem Dóra az, hanem mögötte. És hát lenne mit mesélnünk róla, és fogunk is mit mesélni róla, amikor visszajövünk ide délután, csak előbb még felkeressük a vendéglátóink, a Tummerer pincészetnek a borboltját, ami itt van a Szent János utcában. Oda bemegyünk,
megnézzük a boraikat, amiket tegnap készítettek, most megnézzük, hogy hogyan árulják őket, és utána de elmegyünk velük. De nem tegnap készítették őket. Ezeket sok-sok évvel ezelőtt. Igen. Szóval, hogy igen, amiket régen készítettek, úgy, ahogy azt tegnap megmutattuk, azokat itt most megnézzük. Nagyon aranyos család, és utána elmegyünk velük lovagolni. És azt, ha túléljük, akkor úgy döntöttünk, hogy nem hazamegyünk Budapestre, hanem itt maradunk még estére Egerben, és akkor még felfedezzük itt a belvárosnak. Vagy az egri egészségügyet. Vagy az egri egészségügyet. Igen, ha nem éljük túl, akkor megyünk oda. Vagyis, hogy akkor azt is kihagyjuk. Köszönöm szépen. Nagyon szépen. Hát Pesten járok bármikor, hát összefutunk, hát összefutunk. Hát összefutottunk Egerben. És pont Egerben. Sokkal jobb, nem? Látni. Minden jó, szép napot. Hello. Sziasztok. Sziasztok. Na, újra találkozunk? És itt megvan minden, amit készítetek? Hát igazából itt minden megvan, de vannak olyan tételek, amik a pincénél nincsenek, itt viszont megtalálhatóak. Régebbi évjáratok, egy-két olyan tétel, ami muzeális tételnek számít, nagyon régi évjáratok, úgyhogy itt igazából minden megtalálható. Turisták körében leginkább az egri sajátosságok, mint a csillag és a bikabéra legjobban elterjedt. Sokan jönnek be úgy, hogy a szobrosbolt keresik, és akkor az 10-ből 9 alatt réfli. Úgyhogy már csak innen is tudjuk, hogy akkor az az lesz. A pezsgőink is igazából már elég ismertek. Ez az egy címke, amit már én terveztem, amit már nem mama, úgyhogy arra büszke vagyok. És ez az első évjárat, de már szerintem kezd elég elterjedni, úgyhogy már azt is sokan keresik. Na, és hát most... Már csak az vár ránk, hogy kiderüljön, hogy mit tanultunk lovaglásból az elmúlt időszakban. Annyit akartunk megtanulni, hogy ne halljunk meg. De meg tudod úgy vágni, hogy jó legyen, ugye? Ha túléljük. Hát ha túléljük, akkor igen. Onnan jelentkezünk. Ismerjétek meg Bercit. Berci lesz az én lovam. Egy kevés technika az egyik oldalon. És egy kevés a másik oldalon. Anyukámik azt mondták, ha olimpiai bajnok leszek, mert úsztam, akkor kapok egy lovat. De aztán rájöttem, hogy ha én olimpiai bajnok leszek, akkor annyit veszek, amit akarok. Tehát át lettem verve. Úgyhogy lómánia maradt. És akkor kitaláltátok, hogy ezt akár hozzá lehetne adni az élményhez, igaz? Igen, így van, így van. Te ezt magadtól hozod ide? Most eddig jutottam, na? De jó, hát akkor mi megérkeztünk. Mondtam, hogy nem siet. És hogy indítottad el? Így siet, és... Figyeld! Nagyon jó! Hát ez nagyon-nagyon kellemes. És a várakozásokkal ellentétben még mindig életben vagyunk, pedig már percek óta tart a lovaglás. Ez mennyire jó volt, nem? Élveztük, ezt megcsináltuk. Köszi, Berci, hát ez rajtad múlott. Hallod, lemaradtunk a dicséretről. Mi volt a dicséret? Azt még egyszer akarjuk. Ügyesek voltunk. Ügyesek voltunk? Igen, ennyi alkalom után azért. Három alkalom után, ez rendben van? Nagyon bőven. Jól van. Köszi szépen. Az most lehet, hogy belém vakarja. Na, de ők szabadon élnek gyakorlatilag ezen a területen? Igen. Játszanak egy 5 percet, szaladgálnak, aztán megint legelésznek, akkor felfekszenek, van, hogy úgy jövünk reggel, hogy minden lodöglött. Út széléről, úristen, mondom, tudod, de így kiterülve, felakadva a szájuk. De miért egész este játszottak? Pihennek, és hajnalban nincs légy, hűs a fű, lefekszenek, tök jó pihennek.
Köszönjük szépen! Sziasztok! Szia, szia! Na hát ez mennyire egy kellemes élmény volt. És Egerbe most még visszahúzunk, és néhány látványosságot megnézünk. Kicsit fáradtan, de törve de nagyon, nem. Nagyon, nagyon, nagyon. Tényleg egy jó feltöltődés. Igen. De visszajöhetünk csak úgy. És akkor további nevezetességek Egerből, most már egyedül, mert Tóra egy kicsit elfáradt, és ő már a szálláson foglalatoskodik az zuhanyzással. Viszont megnézzük például a végvári vitézek terét, ahol a végvári vitézek láthatóak. 2015-ben alakították egyébként ki, és az a nagyon-nagyon jó benne, már túl azon, hogy egy ilyen őrületesen dinamikus szoborcsoportot tudunk megnézni, hogy megteszünk néhány lépést, és le tudunk kocogni az Eger patakhoz, ami a hegyekből hozza kristálytiszta vizét. És igen, van egy patak, amit pont úgy hívnak, mint a települést, és ha megnézitek, egy ilyen hangulatos kis csermelyszerű izé, aminél békésebb dolog kevés van a világon, valójában viszont őrületes árvizet okozott itt az 1800-as években. Nézzük meg most azt! Szóval az árvizet persze nem tudjuk és nem is akarjuk megnézni, de azt meg tudjuk tekinteni, hogy meddig ért, amikor 1878. augusztus 31-én az Eger patak elöntötte a települést, és hát az akkoriak sem hitték, hogy ilyesmi megtörténhet, hiszen volt védgát is, viszont a bükkből elképesztő mennyiségű víz zúdult le a településre, és még katasztrófa turistáskodtak is akkoriban az egriek, akik kimentek a védgátakhoz és nézték, hogy mennyire érdekes, hogy ez a kis patak ennyire hömpölyög, aztán átszakította a gátakat, és egy 4 méteres vízoszlop zúdult a városra, ami több emberéletet is követelt, meg egy rakás épületet összezúzott, és hát láttátok, hogy nagyjából idáig ért a víz, miközben ott csörgedezik lent a kicsi patak. És persze itt van a Dobó István tér, amit néhány évvel ezelőtt újítottak fel, és amin ott van Strób Alajos szobra magáról, Dobó Istvánról, a magyar szupersztárról. És persze megnézhettünk volna még egy csomó mindent, például Gárdonyi Gézának a házát, a sírját, a róla elnevezett gimnáziumot, a szobrot vagy a teret, ahol régebben halakat árultak és ahol az egriek jellemzően békát vásároltak, mert hogy megették a békát is. Megnézhettük volna a fazola kaput is, azt terveztem is, csak egy kicsit megcsúsztunk, de egy nagyon-nagyon szép kovácsolt vasrokokó kapuról beszélünk. Megnézhettük volna a török fürdőt, amit még a törökök építettek 1610-ben, és állítólag őrült hangulatos, és talán azt sajnálom a legjobban a kimaradt dolgok közül, de sose késő visszajönni. Igen, alapvetően úgyis vissza kell jönnünk, hogy megnézzük egyszer a várat, és akkor kipróbáljuk azt a török fürdőt is. És kimaradt a Minorita templom is 1770-ből, ami hát ami tulajdonképpen itt van mögöttünk, azt meg is tudom mutatni. Nagyon izgalmas barokk templom, főleg azért is izgalmas, mert a homlokzata ilyen, látjátok, ilyen boltíves. Íves. Nem boltíves, csak íves. Lényeg az, hogy Eger őrületesen jó hely. Nagyon-nagyon jó szórakoztunk itt az elmúlt két napban, és nagyon köszönjük a Tummerer családnak, hogy meghívtak ide minket, és ilyen jó fejek voltak. Ennyi mindent ajánlottak nekünk, és hogy nekik is ennyire fontos volt, hogy a várost is megmutassuk, ne csak a borászatot, meg azt a csomó mindent, ami a borászathoz tartozik, és amit megnéztünk az elmúlt két napban. És tök jó, hogy vannak ilyen családok, akik generációkon átívelően visznek tovább egy álmot, és most, amikor hát a siker az már alapvetően a zsebben van, hiszen évente 500 000 eladott borral. Szia! Szóval, amikor évente elad valaki 500 000 palack bort, akkor már mondhatni, hogy sikeres borász. Szóval most is ugyanolyan szerények, mint amilyenek annak idején lehettek. Tök mindegy, hogy egy harmadik generációról van szó, tök mindegy, hogy már egy kisebb birodalmat építettek fel. Nagyon-nagyon kedves emberek voltak, úgyhogy köszönjük a meghívást, meg azt is, hogy végignézzétek velünk ezt a két adást. Én most csatlakozom Dórához, aztán az esti városban fogunk sétálgatni, borozgatni, beszélgetni, de oda már nem hozok kamerát. Maximum néhány fényképet fogunk készíteni. Vigyázzatok magatokra, sziasztok! És nektek is, sziasztok! Unable to admit it.